kisi sorozatot, amit szeretnék leadni, ami ilyen az ótestamentumi szövetségről, meg a kenyes tanítás, tókenyes tanításról mindeneket helyes mederbe irányítani, mert ugye tudjuk a Máter Evangéliumában, ami azt írja, hogy találd meg a szűk és keskeny kapu. Na erre munkálkodunk mindjárt, úgyhogy egy imádságra elkezdjük. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked a mai napért, Uram. Köszönöm atyám a drága testvéreimet, és köszönöm mindazokat, akik akartak jönni, de nem tudtak eljönni, mert valahol mások köbben nekik, Uram Istenem. Atyám, megálljuk őket, Uram, és kérlek, atyám, hogy te adjál halló füleket, oda tudják hajtani a fülüket a tanításra, hogy a szívbe be tudjon hatolni azok az igék, amik te fognak hangzani, Uram Istenem, a te dicsőségedre, Uram Istenem. És atyám, te adjál nekem, Uram Istenem, a nyelvem alá bölcs beszédet, Uram Istenem, mint a salamoni bölcsességet kérem, Uram Istenem, a te dicsőségedre, Uram, hogy mindenki, Uram, ezt a tanítást tudja hasznosítani, Uram, és kincset, hogy gyümölcsödő legyen az ő számára, és Jézus nevében. Amen. Halleluja! Na, akkor onnél kezdeném, ez lenne akkor gyakorlatilag a második egyet már, ugye, elkezdtünk tanítani. Hadnám neki egy címet, az lenne, amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja. És mindjárt annál szeretném ezt egy igével, a Római Levél 3. fejezet 19-es ige versével felolvasni. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essen. Szóval itt a Római Levél is leigazolja, hogy a törvény azoknak szól, akik a törvény alatt vannak. Mert mivel nekünk ugye új szövetségünk van, Úr Jézus Krisztus jött és egy új szövetséget kötött, ami sokkal jobb, mint a régi. Mivel a régi szövetség nem tudta azt elérni, amit az új szövetség, hát ennek kellett szükség volt egy másik szövetségre. Ugye valamit csinálunk és elrontottuk, nem jó, szükséges még egyszer megcsinálni, de más stratégiával. Aztán érezted valahely, hogy megítéltettél valahely. Én hiszem, hogy mindenki, aki bárkit van, mert aki nincs is itt, az élet csor alatt nagyon sokszor meg voltunk ítélve. Akár egy munkahelyen, akár az iskolában, gyülekezeti szinten is elég sokan meg lettünk ítélve. Hiszen látom, hogy bólingat, és igen. Mert ha valamit nem ott csináltál, mindjárt rátolták a kárhoztató igét, és megítéltek vele. Ha bűnbe esné, akkor meg azért ítéltek meg. Nem azt mondták, gyere majd mi segítünk neked, hanem mindjárt egy jó kis igét a fejre rátoltak, ez mind őző ószövetségi törvényből van. A törvény ítél meg tégedet, a törvény. De mi nem vagyunk a törvény alatt, itt ma már a Római Levél is ezt igazolta le. És a korintusi levélhez oda szeretnék lapodni, és az igékből felolvasni nekem, az a 2 Korintus 3.9-es 3. fejezet 9-es ige versét fel szeretném olvasni. Ami ennekről tanít mindnyájunknak. Ezt írja, olvasom. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mert Istennél vagyunk. 2 Korintus 3.9 írja ez. Hiába üldöztetnek, nem lesz ő soha elhagyva, mert Isten téged már soha el nem hagy. Bármilyen bűnbe is beleesel, Isten ugyanúgy szeret tégedet. Mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és ez a vér tisztít, ez a vér fedez be tégedet elsősorban. Ő az első számú befedett. És ő a mi közben járunk, tudjuk az igéből, ott van az Atya jobbján, és közben jár. Ami Úr Jézus Krisztusunk, hálásak is vagyunk az Atyának, hogy ezt ő így rendelte el. Odalapodunk a Galata 5.4-hez, és felolvasom ezt az igét, amit üzenni akar nekünk ebben kapcsolatosan. Azt mondja, hogy vigyél egy pillanat. Galata 5. fejezet, így van, és 4-es, 5-ös igevers olvasom. Ti, akik a törvény alatt akartok
Krisztustól, a kenyeremből belé kiestetek. Ó, de milyen kemény ide is jó. Ugye? Még egyszer felolvasom a vallásos embereknek, hogy a fülük hallja meg. Mert tudjuk az igéből, hogy viszket a fülük és keresnek más tanítókat maguknak. Figyelj csak! Ti, akik a törvény alatt akartatok megigazulni, mert nagyon sokan vannak, akik a törvény, törvényből nem igazult meg egy ember sem még. Ő is, aki most elképzel, lassikó. De mit ti? Elszakadtatok Krisztus kegyelméből. Hoppá! Aki a törvény alatt van, a Krisztus kegyelmét nem is tudja venni. Mert ő visszament a Ószövetségbe. Ő neki az kellett. Holott van egy Jézus Krisztus, aki a bűneinket elhúzolta. Tudjuk az igéből. Ha mennyivel jobb ez, igaz? Jobb hát elé vagyunk szabadságban. Mert mi már a törvény alá nem megyünk. Folytatom tovább még egyszer. Szóval a Krisztus kegyelmétől elszakadtak ezek, és pedig kiestek. Az ötös igeves, mert mi szellem által hídből várjuk a megigazultság reménységét. Ámen. Mi híd által, szellem által, magyarul beleszületünk abba a Szent Szellembe, aki maga Jézus Krisztust is feltámasztotta. Így vagyunk egyek. Isten gyermekei. Halleluja, dicsőség az Úrnak. A kárhoztatás nem a Szent Szellemtől jön. Ha valaki téged kárhoztat, az mindegy, az most testvér, vagy párány, vagy pásztor, vagy vezető, az nem a Szent Szellem vezet belőle, hanem a farizeusi vallás szólalt meg. A kárhoztatás ilyenkor mondja, hogy a betű ő. Így jön meg a betű. Mikor átolsz valakire egy jó, kemény igét, Old Testamentumból, amúgy is maga alapból még rá is tolták, és az életedben sem ment neki. Ez nagyon súlyos. Ez tipikus farizeusi vallásottság szelle miségéből ered, nem a Szent Szellemtől jön. A kárhoztatás elős téged Istentől. Hát ugye elmész egy gyülekezetbe, hogy csak kárhoztatnak, elmegy a lélek kedved végre Istentől is. És sok ilyen keresztényen találkozunk, aki ott hagyta Istent, ott hagyta a gyülekezetet, mert elege volt már ebből. Maga alá került. Ha építeni nem tudnak az embernek, akkor még kárhoztatnak, ugye? Valóban ószövetségi törvény az, amit felhasználnak arra, hogy kárhoztassanak bennünket. Előszeretettel vallási személyek alkalmazzák ezeket a technikákat. Ez is egy szellemiség, tisztíts meg magadat. Aki még ebben van, annak üzenem, hogy ki kell, hogy jöjjön, mert egy farizeusi vallásos szellemiség van még az ő életében. Nagy szeretettel mondom neki, vizsgálja meg az ő szívét, menjen az Úr elé, és rá fog döbbenni, hogy ez a kárhoztatás szellemisége nem Úr Jézustól van, hiszen a parádna nőcse kárhoztatta Jézus, azt mondta, én nem kárhoztatlak téged. Menj, kell föl, többé nem égkedni, ne legyen rosszabb utódban. Szóval még ő se kárhoztat. Honnét veszi az a farizeusi vallású szellemiség, aki kárhoztat embereket? Pörli-berli Istennek a jóságát, kegyelmét, hiszen Jézus is azt mondta, hogy mindvégig irgalmasságot akarok. Aztán majd a végén bízunk rá Úr Jézus, az ő feladata nem a miénk. Hogy ki hova helyez. Azt a törvény csak az a célja, törvénynek az volt a célja, hogy felismerd a bűnt, és nem az, hogy ennek keresztül fogsz üdvözülni. Törvénynek nem az volt a célja, hogy a törvények keresztül üdvözülsz. A törvényből egy ember sem üdvözült. Egy sem. Nem az volt a célja. A római 3:20-on odalapodok, felolvasom nektek, mit mond ebben kapcsolatosan nekünk a római levél. Gyakorlatilag az egész római levél, majdnem, hogy erről szól, érdemes elolvasni, mert ő nagyon sokat tanít ebben kapcsolatosan.
Olvasom a harmadik fejezet 20-ig a verset. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Mit is üzen nekünk? Egy test sem fog üdvözülni, aki törvény alá ment. Meg aki törvény alatt volt, azok sem üdvözültek. Itt írja. A bűn ismerete a törvény által volt. Magyarul úgy ismertük meg a törvényt, a bűnt, hogy jött a törvény, igaz? Hát a kresztávát is hogy ismertük meg, úgy, hogy valaki kitalálta, van stabtábla, van elcsöpségadástábla, és akkor azt ugye ki lett találva, azt is törvénybe iktatták, hogy a kresztnél le kell vizsgálni, és akkor megismertük. De a saját gyakorlóra, nem? Tudjuk, stabtáblára meg kell állni, nem kell menni becsukott szemmel tovább. Mert ha tovább megyünk, narkázba megyünk. Na, ezért lett a törvény is egyébként kitalálva, hogy épp legyenek rá az emberek, hogy milyen bűnös se. Mert amúgy honnét tudtuk volna, hogy bűn. Igaz? Innét tudtuk. De ennek ez mondta célja, nem az, hogy üdvözüljé. Törvény által nem fogsz üdvözülni. Tehát olyan jó lett volna, nem kellett volna Jézusnak jönni. De mivel nem volt jó, azáltal nem üdvözült senki se, maga a törvény az nem volt rossz, arra szükség volt, de nem üdvözült senki se, hogy itt így a törvény által senki nem üdvözült. Római levél, 3-as fejezet, 20-as igeverse, mindenki nyugodtan utána nézett. Ha valakit a törvénnyel kárhoztatsz, tudd, hogy te is alá mentél a törvény alá. Törvény által még senki sem üdvözült, sok vallásos ember még ma is itt tart. Nagyon nagy káz, megmondom miért. Mert aki alá megy a törvény alá, másokat kárhoztat, ő maga is alá ment. És itt most tudatom neki, ha 50-es táblán 51-el megy, már bűnös. A törvényben nem tud üdvözölni senki se, mint hogy itt írja is az ige. És aki kárhoztat, ő maga alá ment a törvény alá. És ezáltal esélye sincs az üdvösségre, mert törvényből senki nem üdvözült, meg nem is tud üdvözülni, itt a római levél 6. fejezet 20-as ige verse. A te belsődben közösséged legyen Krisztussal, ez a lényeg. A Filemoni levélhez odalapodok. Halleluja, jó az Úr, dicsőség neki. Halleluja. Felolvasom ezt a 6-os igehelyet. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen Krisztus ügyében minden benned lévő jónak megismerése által. Szóval minden jót meg kell ismernünk, és egyre hathatósabb és közösségünk lesz Jézussal. Nekünk ez a lényeg, hogy a Jézussal legyen közösségünk. A jó vezetőnek is arra kell törekedni, hogy a sok páránkát oda elvezetni, hogy Istennek kapcsolatokra tudja venni. Ez volna az első számú feladat. Nem az, hogy rátolni a fejére, hogy ki vagy, meg mi vagy, meg teljesítatni 20 évig, hanem elvezetni őt Istenhez. De mivel ő maga sincs Istennél, hát így nem is tudja elvezetni, igaz? Te belsőbben közösséged legyen Istennel, a fő lényeg. A törvény és a vallás tart vissza attól, amit tenned kellene, mert a törvény a bűnödre szegezi a tekintetét. Mikor már az ember a benne van ebben a vallásos szellemiségben, akkor ugye valami bűnt elkövetsz, akkor aztán még az ördög is kárhoztad, és mész össze, mint a szorosnak. De nem erre kell figyelni, mert Isten azt látja benned, hogy te milyen leszel. Nem ott kell lepattózni, és nyalogatni a sebeidet évekig, és akkor még jön egy-két jó testőd, még az is a fejedre látója. Persze, hogy összemész, mint a szorosnak. Na, ez a törvény. A mennyei apucikádra kell neked koncentrálni, mert hogy a te fiad is elkövet bűnt, ugyanúgy szereted, meg sem mondod a szívet, hogy ne szeretnéd. Hát kérdez, de menjél a pucikánkkal, akiben még nagyobb szeretet van, sőt, maga ő a szeretet. Hát akkor őt képzeljétek el. Ez nagyon jó, ha valaki ezt megérzi, mert az egész
is botla lejt meg. De nyilván nem a bűntevelem, mert én is ellenem ennek a bűnnek, taposom lépten nyomom az ellenséget, de akkor is a mennyeért, ha szereti azt, és a képpen megcsúszott tegnap. Segíteni kell, hogy kijöjjön belőle, ez a fő lényege. Felszeretném a Galata 3.13-ot olvasni, fejből is tudom, majd aki nem hiszi, az utána négy. Galata 3.13 azt írja, Úr Jézus Krisztus minden átkainkat pörvitt a Golgotai keresztre. Honnét veszi azt a bátorságot, arra személy, aki a fejedre tolja? Felülíbeli Úr Jézus? Igen. Milyen bátorság? Ő felülíbeli. Akkor Jézus nem tudom minek jött, mert ő felülíbelette. De miért nem úgy van, hogy ő gondolja, hanem úgy van, hogy a Biblia írja. És nekünk az igazság mesdjéje, igazság fényében haladva, ez a Biblia, a Szentírás ott van. Figyelj! Igaz ember hitből él. Szóval itten a hit is, ha csak a kegyelemről tanítunk, akkor féloldalas. Ha csak a hitről tanítunk, az is féloldalas, de kegyelem és a hit tanítani. Magyarul kegyelem és hit által van a üdvösség, de majd igével is szeretném ezt alátámasztani. Odalapodok a római levélhez, 14-es fejezethez. Szeretném felolvasni nektek ezt az ige helyet. 14-es fejezet, 23-as ige helyet, már csomagosan. Aki pedig kéberkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig nem hintből van, bűnöz. Na ugye, most kell itt erősen megkapaszkodni. Ha hitetlenek vagyunk, vagy kétel van bennünk, akkor vagyunk azt mondja, aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van. Mert nem hintből eszik. Szóval hintből eszünk, hintből iszunk, mindent hintből cselekszünk. Mindent. Mert ha nincs ott a hit, ami pedig nem hitből van, bűn az. Szóval bűnösök tudunk lenni, elveszünk a kenyelmet, halleluja, azért már annyira nem hiszünk Istenben, jönnek különböző feladatok, mert problémát nincsenek, csak feladatokat tesznek elénk, és ott már nem hittel küldjük le. Vagy szaladgálunk valahova, vagy akár nyavajunk, vagy stb. Mikor ad nekünk egy mennyei édes apucikánk, és aki közbenjárulók Úr Jézus Krisztus, és aki innét elment, azt mondta a tanítványainak, hogy készítem nektek a helyet, hogy ti is ott legyetek. És mi ott leszünk, halleluja, ezt is így tervettük. Amen? Amen. Úgyhogy bármi probléma üti föl a fejét, nekünk első számú az Úr. Amen. És aztán, amit a testnek meg kell cselekedni, azt megcselekezzük. Nyilvánvalóan. Ha fel kell lásni egy kertet, az legyes penó, meg csárdalépa, ugye? Nyilván nem imádkozunk az, hogy Uram, gyere, ásd már föl ezt a kertet. Mert Isten nem fog lejönni fölásni helyettük, amit nekünk kell végezni, ő nem fog elvégezni. Úgyhogy aki csak az imádságban keresik a megoldást, nagyon jó az ima, nem ellene beszélek, szükséges. De magában kevés. Ugye imádsággal még nem fog félveres egyház megtérni, igaz evangéliumot nincs a kérdeni. Hanem ki kell menni az evangélistáknak, körbe imádkoznak is, ma jó helyre behullottam, az imádsággal meglocsoljuk a földet és növekedéshez. Szóval magyarul ez a kettő minden szükséges. És ezt mivel tesszük? Isten hitével. Mert ahol aki úgy megy ki evangéliumnak, na menjünk úgy sár velünk szóba senki, voltam ilyen helyen jártunk evangélizálni, sok testvérje, de ott se fognak velünk szóválni. Aztán én mikor hittel elvettem, figyelj, annak 10 emberrel beszélt. Szóváltak velünk, azokat élet, nem? Aki velem volt, azok megtapasztalta, hogy 10 ember is szóvált, és az evangéliumot tudtuk érteni. Mert hittel mentünk. Ha hittel megyünk és hittelre bízunk, akkor az így megy. Ő tolja hátulról az egész ügyet. Dicsőség neki. Halleluja, dicsőség neked, Uram! Azt mondja, ami nem hitből van az bűn, az újszövetségi hívő ószövetségi törvény alatt él. Bűnben van. Az újszövetségi hívő
szolgát, te úgy nem szolgálhatsz, hogy Dávid és Illés szolgált. Mert ők az Ószövetségben voltak. Ők kérték az Urat. Nekünk meg hatalmunk van, itt lakodik mi bennünk. S erről ír a római levél, zsidók levele, Galata, Efézusi levél. Ez mind az Ószövetség szerint ne szolgáljanak. Azt mondja, a római levél 8. fejezetet odalapolok, és egyes igeverset elolvasom nektek. Egyébként a római fejezet 8-asat a végig érdemes elolvasni. Azt mondja, az ige, nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Nincs itt kárhoztatás. Na de figyelj, ennek sokkal több üzenete van ennek az igének. Azt mondja, akik szellemben vannak. Ennek az az üzenete, hogy újra kell születni. Nikodémus levelét ismerjük, János Evangélium a 3. fejezet, 1-től 7-ig erről ír, hogy újra kell születni. Másképp a mennyeknek az országát nem látjuk meg. Szóval ezt nekünk kell oda tenni. Isten oda tette, kegyelemű mindenkinek. De nekem a hitem által oda teszem, és ha van hitem, akkor újra is fogok születni, mert ezt majd többen megtapasztaltátok, hogy milyen jó ez, ha lenne olyan dicsőség az Úrnak. Ezért tudom mosolyogni, mert tudjuk, hogy Istennél vagyunk, ha bármi rossz is jön, akkor tudjuk, hogy sokkal jobban fogadni az Úr. Halleluja! Annak vége lettől a következő jó. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy nem lógatjuk az orrunkat, maradt annyira lógatjuk, hogy már bőven neki dörzsölve. Ő mossa föl az aszfaltot. Ennyit tudja lógatni az orrát, és 20 éves keresztény. Ez szomorú, mert ő szentszerelve nincsen betölte kedve, ez az a nyelve. Aztán nincs már bűntudat. Figyelj, zsidók levele odalapodok, és fölolvasom a zsidók levele 10-es fejletet, halleluja, dicsőség az Úrnak. Csodálatosak ezek az igék, és az Úr ezt már tavaly kezdte kibontogatni nekem, mert én is sajnos voltam egy kicsit ilyen farizeusi tanításokra, de az Úr nagyon jó, és elkapott engemet, aztán ilyen jó kis igéket adott elém, amin aztán nem agyaltam, elmérkedtem az igén, és az Úr szívemre helyezte, ez a jó útvonal, ezt kell tanítani, ezt kell folytatni, ezt kell bemutatni, az Úr dicsőségére, mert Jézus ezért jött el. Felolvasom zsidó levele 10. fejezet, 2. igemet, olvasom. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha egyszer megtisztultatok volna az áldozók többé, semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Szóval magyarul, mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak. Szóval a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, írja a római levél zsidó levele 10-es fejezet egyes igeverse. Szóval árnyéka van csak a javaknak. Úgyhogy itt olyan javakat kaptunk meg, az Úr nagyon nagy dolgokat végzett el helyettünk, és azt mondja, többé nem kell tudomást venni a bűnről. Mert Úr Jézus elhúzódta. Ezzel nem a bűnt biztatom, hogy igen, ha hoztam föl, vagy szabadulva bűnre. Nem, én erről nem beszélek. Mert ha a Szent Szelleme betöltekedik, annak erős vágyódása lesz, hogy a bűntől megszabaduljon. Meg is fog. Mert erősen akarja. És ha te akarod egyet lépsz, az csak 99-et helyetted meglépni, és már kész ennyi. Ilyen könnyen szabadulsz meg a bűntől. Aki azt mondja, hogy 20 év után még nem tudta cigarettára leszokni, nem is akart. Szent Szellem nincs a jelenlétében. Az életében. Mert akkor így figyelj, egyszerűen nincs vágódásra, hogy pöfékeljen. Vagy mindegy, ez bármilyen bőre nem csak a cigarettásokról szól ez a dolog, hanem ez mindenre érvényes. Ha törvény által van megigazulás, Jézus hiába halt meg. Ha valaki ezt kérdezi, hogy a törvény által fogsz te majd a mennyországba kerülni, akkor minek jött Jézus? Fölöslegesen kiontott ezt a drága vérét. Mert akkor fölöslegesen ontotta ki. Szerintes téves tanítások, ennek megint a farizeusi téves tanoknak a tanítása. Figyeljetek, odaugrottunk a Galata levélhez, dicsőség az Úré, és felolvasom nektek, hogy ő mit ír erről. 2. fejezet, 16-os ige verse, figyelj!
hibáltam. Itt ennek meg innennek is mi az üzenete? Hemzseg a legépítő egyébként ezekről az igeversekről. Az az üzenete, hogy aki csak azt hisz, hogy rendben van és lehet pöfékelni továbbra és ugyanúgy bűnösnek lenni, akkor hibáltal még nem vette. Kegyelmet el szerette volna venni, az van. Az nem is kell levenni. Kegyelem van. Na de még hibáltal újjá kell születnünk, hogy tényleg fölkerüljünk. És ha valaki hibáltal újjá születik, az már nem akar bűnt elkövetni. Nem akar, megutálta. Mert a Szent Szellem van bent, az megutálja bűnt. Én is, halleluja, tapasztalom az ellenséget. Mert már ott van nekünk a tapasztalat. Van akinek még az életében. Szóval magyarul ez a kegyelem hitáltal, ez nem azt jelenti, hogy bőr vagy kegyelemből ruhád van, ahogy csodatosan bűnbeség. Tényleg, csak valami baj van. Akkor még nem született újra. De lehet, hogy már ott van, halleluja, dicsőség az Úrnak, már nyelveket is beszélhetek minden, de még valami kidobni az életéből. Saját maga életében a bűnmegvallás ezért szól. A bűnmegvallás nem azért van, hogy te nem kerülsz, amennyiben nem vallod meg. Téves. Hanem azért, hogy a dördögök kidobta életedből. El a lényege neki. Figyeld még ez a igével, sorosom tovább. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk. Figyeld csak, mit mond a Pál apostol. Jézus Krisztusban hittek ők is, hogy megigazuljanak. Krisztusban való hitből, és nem törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedetekből nem igazol meg egy test sem. Halleluja! Egy test sem. Egyetlen egy test sem tud a törvényből megigazolni, megüdvözülni. Úgyhogy úgy, ahogy van ezt a vallásos, farizeusi tanítás, soha kidobja mindenki a lehetőben. Úgy, ahogy van ki kell dobni. Erősen. És ha valaki kárhoztat téged, azt ne hagyd. Hogy próbál neki szeretettel elmagyarázni, hogy milyen tévúton van ő. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Menjünk tovább. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, szóval Galata 5.1 odalapot. Felolvasom. Ezt mondja, halleluja, Galata 5.1. Annak okáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított. És ne hagysátok magatokat ismét a szolgaság igájában. Magyarul a bűnnek. Mert akinek átadjuk az életünket, azt szolgáljuk. Ha most már a Szent Szellemnek, Istennek adjuk át, vagy pedig az ördögnek. Ennyi a különbség, mindenkinek szabad akaratban döntse szabadon, mit szeretne. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja, a törvény nem az igaz ellen van. Odalapodok a 1 Timóteusi levélhez. Kikeresem. Halleluja. Halleluja. Jó az Úr dicsőség neki. Nagy boldogságot benne. És igen, nagy forróság. Ahogy beszélek ezekről az igékről, 1 Timóteus, már túl is szaladtam, már másodiknál járok. 1 Timóteus 8. fejezet ezt írja. Olvasom. Nem jól mondtam. 1 Timóteus 1. fejezet 8. igeverse. 8-10. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván az, hogy a törvény nem igaz értelme. Látod, aki igaz a törvényre is volt, hogy kenyeket csinál. Nem a újra született. Hanem a törvényszegőként és a engedetleneként, istentelneként, bűnösökként, latroként, belementségre, az atya anyagyilkosságokért és embergyilkosokért van a törvény. Nem a keresztény fejére kell rátolni a törvényt, aki már Úr Jézus hitben befogadta. Hanem az az elvetelőt, aki locsal haladik gyilkol Isten cígya, na annak kell a törvényt tudatni, ember. Vigyázz, mit beszélsz. Mert csak jön egy ítélet neked. Na abbanak szó. Itt így az igen. Olvasom tovább.
Kié szól a törvény? Palárnák, férfi, fertőztetőként, ugye homoszexuálitáson, emberrablóként, halogóként, hamisoként, esküvőként, és ha van még valami, ami az egészséges tanításon ellenkezik, alapnak szól a törvény. Ha valaki hamis tanokot tanít, mondjuk a Bibliát, mondja, de hamis. Na akkor elő kell venni az Isten törvényét és az a testvérem. Hát amit te mondasz, ez nem úgy van. Hamis. És sok hamis tanító lesz az utolsó időben, tudjuk az igéből, mert lesz erős valamikor egy tanítás. Törvény helyes célja, hogy kinyilatkoztatást adjon annak az embernek, aki nem látja, hogy szüksége van Istenre. Érted? Az elveten ültekre. Aki azt hiszi, minden rendben van. Na, azoknak kell a törvényt mondani. Hogy ember, figyelj, de nagyjából vagy, te csak nem tudsz róla. Na, ezeknek a törvényről lehet beszélni. Törvényt lehet használni arra, hogy megmutassuk, hogy nem megy a mennyországba, ha nem nyer Jézus által üdvösséget. Na, erre van a törvény. Akkor van valami elvetemült, és akkor el tudom neki mondani, felolvasok az igét, Úr Jézus Krisztus az út, az igazság élet, csak rajta keresztül ebbe útna menjek meg az országába. Ekkor szükség van az ige ismeretre, nyilván felolvasok neki. Akkor ezt oda teszed. De aki már befogadta az Úr Jézus Krisztus, annak már nincs szüksége, annak másra van szüksége. Annak már nem kell a fejére tolni. Ha te egyszer befogadta, akkor már ő neki a szelleme rendben van. Mert az Úr tisztította meg. Azért mondja a Pál apostol, hogy tökéletesek vagytok, ha nem voltak még azok sem tökéletesek, de a szellemük igen. Meg neked is. Meg aki befogadta, annak is. Szellem van a tökéletes. Szóval a hitetlennek szolgálja a törvénye. Törvény helytelen használata. Következő. Ha egyszer pontosan felismerted, hogy szükséged van Istenre, akkor a törvény teljesen alkalmatlan arra, hogy szoros kapcsolatban légy Istenre. Szóval amikor már fölismertek törvény által a szükséged van Úr Jézus Krisztusra, szabad akaratból behívod ugye az életedbe, de akkor már te rád a törvény nem vonatkozik. Persze a Bibliát tanulni kell, ezt mindenhol írja, hogy legyen igeismereted, az elméteket mossa meg az ige, és így tovább, az nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell tanulni, de már te a törvény alá nem megy. Isten nem azért adta a törvényt, hogyha azt megtartod, akkor kiérdemled az utadat a mennyországba. Róma 3.23, ezt felolvasom még. Római Levél 3. fejezet 23-as ige verse ír erről. Mindjárt odalapodok. 3.23, van egy újra dicsőség az Úré. Olvasom. Mert mindjárt vétkeztek és szűkölködtek Isten dicsősége nélkül. Szóval mindjárt vétkeztek és szűkölködtek Isten dicsősége nélkül. Senki sem volt képes betartani a törvényt, Jézus kivéve. Isten azért adta a törvényt, hogy megmutassa neked, hogy mennyire bűnös vagy, ezért ne bízzál önmagad. Ha nem tőle várod az üdvösséget, a törvény a vallást prédikálja, de ettől nem üdvözlünk. Jézus pontosan akkor született meg, mihelyt lehetséges volt az ő számára, hogy eljöjjön megváltóként, be kellett tehát sok proféciának még be kellett teljesednie, mert Istennél van az idő. Prédikátor 3:1-2 írja, hogy mindig Istennél van az idő. Szóval már előre az Ó Testamentum erről így, hogy egyszer csak jön Jézus Krisztus a megváltó, ki fogja a drága vérét ontani méretű mindenkinek. És Isten mindenkit szeret, aki még bűnös is, azért is adta az életét. Ezért kell nekünk menni evangéliumot hirdetni, hogy adatot is megérintsük Úr Jézus Krisztus hatalmas
nevében, hogy bekerüljön az ő kívánságába. Drága testvérem, az Úrban köszönöm, hogy ilyen türelemben meghallgattatok, egy imádságnak bezárjuk ezt a alkalmat. Drága mennyei Atyám, hálásak vagyunk neked, Uram Istenem, a mai napért, Uram, téged dicsérjünk, téged magasztalunk, Uram, és köszönjük, Atyám, hogy te már még akkor is szerettél bennünket, mikor mi még bűnösök voltunk, Uram, és elküldted Úr Jézus Krisztus, a te egy szülött fiadat, Uram, ki a drága vérét adta, és Uram, mi itt megvalljuk, hogy te harmadnap feltámasztottad őtet, Uram Istenem, és Atyám, mi kinyilvánítjuk, hogy nem vagyunk hajlandók más szolgálni, csak Úr,